Köszöntök mindenkit, sziasztok! A délnyugati déli ország részben egyes helyeken kiadós mennyiségű csapadék hullott, ez a csapadék zóna azonban kedre már elhagyja térségünket. Felhős marad az idő, azonban számottevő csapadékra akkor nem kell számítani. Szerdán azonban ismételten nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, és akár több felé, de inkább csak gyenge csapadékra kell majd számítani. Mutatom mindjárt a részleteket, először is a felhőzet szimuláció láthatjátok azt, hogy a felhőzet az fokozatosan majd kelet felé fog távolodni, illetve egyre inkább szakadozni fog. Ezután réteg felhőzet, illetve holnap napközben majd gomoly felhőzetre azért kell számítanunk, ám lényegi csapadék az nem valószínű. A következő jelentősebb csapadék, illetve térbelileg jelentősebb csapadék, az majd észak felől érkezik, méghozzá kedd este, illetve éjszaka. Szerdára fog megérkezni majd az ország fölé ismételten a nedvesebb léghullám, és ennek hatására akár több felé, de inkább csak gyenge csapadék fordulhat elő. Az éjszakai órákban, ahogy említettem is, általában csökkenni fog a felhőzet, azonban főként az északi középhegység egyes részein, valamint az Alföldön egy konvergencia mentén még több marad a felhő, itt még esetleg záporeső is előfordulhat majd, főleg az éjszaka első felében. Emellett pedig a Nyugat-Dunántúlon is lesznek felhős körzetek, ezen kívül pedig lesznek azért olyan tájak is, ahol ki fog derülni az ég. Emiatt eléggé tág intervallumban alakul majd a minimum hőmérséklet is, általában 5 és 11 fok között alakul, de a tartósan kevésbé felhős tájakon akár 5 fok alatti minimum értékek is előfordulhatnak majd. Holnap napközben aztán a délelőtti órákban még előbb lehetnek napos, illetve felhősebb körzetek is, majd egyre több gomoly felhő fog termelődni, és ezek a gomoly felhők a déli, kora délutáni órákban egyre inkább összeállhatnak, és akár jelentősebben is tartósabban takarhatják a napot. A késő délutáni órában azonban majd egy csökkenő tendencia veszi kezdetét, és akkor már egyre kevesebb lesz a felhő. Emiatt a délutáni órákban általában 13 és 18 fok között fog majd alakulni a hőmérséklet, késő este, éjszaka azonban ismételten felhősödés kezdődik majd észak felől, és érkezik meg az a nedvesebb léghullám, amely hatására majd gyenge eső ismételten előfordulhat majd a szerdai nap folyamán. A légmozgás egyébként továbbra is északias marad, ennek hatására pedig néhol élénk erős lökések is előfordulhatnak majd. A folytatásban pedig, ahogy már említettem is, szerdán van esély inkább csak gyenge csapadékra, azonban az országnak akár több pontján is lehet majd erről beszélni. Ahogy láthatjátok, azonban a csapadék valószínűségi előrejelzésen kiadós mennyiség előre láthatólag a következő egy hétben nem valószínű. Melegedés viszont annál inkább, ezt a fáklyai szépen szemlélteti, hogy ismételten vissza fognak majd térni a 20, illetve egyes helyeken akár a 25 fok körüli csúcsértékek is a hét végére. A jövő hét elejének időjárása azonban még eléggé bizonytalan. Nagy kérdés ugyanis az, hogy egy hidegfront érintheti a térségünket, valamint, hogy egy ciklonképződési folyamat beindul-e majd tőlünk délnyugatra. Én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmeteket, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!